Az ENSZ 1992-ben december 3. napját a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította. Ebből az alkalomból van két vendégem a stúdióban. Nagy Leila, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hománpolitikai referense, és dr. Szőke László, szintén a Főigazgatóság Fogyatékosságügyi Osztályvezetője, illetve az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkára. Mindkettejüket nagyon sok szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok! Szép napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat és köszönjük a meghívást. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. László, miért volt szükség erre a Világnapra? Minden Világnapra alapvetően azért van szükség, mert mert olyan célok, amelyeket a világnap maga elé tűz, még nem teljesültek előképpen, tehát még komoly restancia tapasztalható az adott célcsoporttal kapcsolatban, az adott tevékenységgel kapcsolatban. A fogyatékos emberek világnapja is azt a célt szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek problémáira, a segítségnyújtás módjaira. Ugye itt még nagyon sokat tennivaló, nagyon sok minden történt, természetesen különösen az elmúlt évtizedek során, de még rengeteg megoldandó probléma van. Én úgy gondolom alapvető fontossága van ennek a világnak a szempontjában annak, hogy megismerjük a fogyatékos embereket, megismerjük az ő problémáikat, és megismerjük azt, hogy hogyan tudunk segíteni rajtuk. Én ide kapcsolnám azt, hogy az egymásra való figyelés, az egymás segítése, az, hogy beszéljünk egymással, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb talán elvezet majd a fogyatékossággal kapcsolatos előítéletek oldásához. Amikor azt mondja, hogy figyeljünk egymásra és beszéljünk egymással, akkor itt ember-ember kapcsolatra, vagy intézmény-ember kapcsolatra gondol? Mindegyikre Mind gondolok. Kettő. Alapvetően fogyatékosok és épek párbeszédétől remélem én az együttműködést, a fogyatékos emberek segítését. Ennek a világnapnak a kapcsán az intézetben tegnap egy nyílt nap volt, egy esély nap volt. Miről szólt ez a nap, Leila? Ez a központunkban volt egyébként, tehát az SZDF központban került megrendezésre ez az esélynap. Hát bízunk benne, hogy hagyományteremtő célzattal, amire a főigazgató úr is fölhívta a figyelmet, hogy nagyon nyitott mindig is a főigazgatósága megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására, és nyilván a, az integrációra is minden szempontból. Hát éppen ezért találtuk azt ki, hogy jó lenne egy ilyen találkozási lehetőség. Pont arra kapcsolódnék, amit itt uh, osztályvezető úr László megemlített, hogy, uh, hogy ugye kellenek azok a találkozási pontok, azok a találkozási lehetőségek, ahol fogyatékossággal élő, illetve megváltozott munkaképességű emberek, és hát uh, neurotipikus, uh, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, uh, tehát a többi ember találkozik. Erre azért van szükség, mert amit nem ismerünk, és akit nem ismerünk, attól általában tartunk és félünk. Az esélynap arra adott esélyt szerintem, hogy ezek a félelmek picit oldódjanak, illetve olyan élethelyzetekbe tudtak kerülni a központban dolgozó kollégák, és bekapcsolódva a kirendeltségeinken dolgozó kollégák is, amikkel talán megismerhették azokat a hétköznapi helyzeteket, amikben fogyatékossággal élő emberek nap mint nap kerülhetnek, és azáltal, hogy egy ember belekerül egy ugyanolyan helyzetbe, tehát ugyanúgy nem látja mondjuk azt, hogy egy irodában mi van, vagy ugyanúgy nem tud közlekedni, hiszen kerekes van kötve, tehát meg kell tanulnia abban mennie. Tehát ezek a helyzetek előhívják azt, hogy egyfajta érzékenység és egy megismerés és egy felismerés megtörténik, ami által az odafordulás, az egymáshoz való odafordulás és a figyelés az szerintem sokkal inkább kialakul és működőképesebb lesz, vagy legalábbis én ezt remélem, úgyhogy ezzel a céllal szerveztük meg ezt az esélynapot. Egyébként Zoltán, hány hogyatékossággal élő dolgozik az önök szervezeténél. Konkrét számadatokat nem tudok mondani. Az SDF az egy nagyon nagy szervezet. Az ország egész területén működő jó néhány szociális és gyermekvédelmi szervezet tartozik a főigazgatósághoz, a főigazgatóság működési körébe. Én azt tudom mondani, hogy alapvetően most az esélynap kapcsán a megváltozott munkaképességűek uh -huh. és fogyatékosok foglalkoztatására fókuszáltunk és ö, ö, alakult egy munkacsoport a múlt év szeptemberében, pontosan abból a célból, hogy növeljük a főigazgatóságon, illetve a kilendeltségeknél dolgozó megváltozott munkaképességűek számát. Még a múlt év ö, második negyedévében mindössze 11 megváltozott munkaképességű dolgozó volt a kilendeltségeknél és a főigazgatóság központjában, addig a munkacsoport és a főigazgatóság tevékenysége nyomán, ez a szám most 59 fő. Tehát jelentős eredményt sikerült elérni a fogyatékos és megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának a bővítése során. Annak kapcsán, amit Leila mondott, annyival szeretnék kiegészíteni, hogy ugye mind a fogyatékos, mind a megváltozott munkaképességű dolgozók ahhoz, hogy hatékonyan dolgozhassanak, segítségre szorulnak. Tehát szükség van arra, hogy a, a főigazgatóság, illetve a kirendeltség munkatársai segítség az ő tevékenységei, tevékenységüket. Rehabilitációs mentorok segítik konkrétan ezt a munkát. Ahhoz, hogy hogyan segítsék őket, milyen segítségre szorulnak, nos, hát pontosan ezt célozta a tegnapi esélynap, amikor megismerték azokat az élethelyzeteket, amelyekben fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók kerülnek, megismerjék egymást, a fogyatékos és, és épp munkavállalók, és megismerjék azokat a problémákat, amelyekben a fogyatékos és megváltozott munkaképességű dolgozók segítségre szorulnak. A beszélgetésnek nagyon nagy szerepe volt, hogy találkoztak egymással fogyatékos és épp munkavállalók. Mert hogy igen? Igen, igen, ahogy László is említette, tehát hogy vannak rehabilitációs mentorok. Én is például, ugyan homán politikai referens is vagyok, de alapvetően a rehabilitációs mentor szerep az, amiben tegnap tetszelektem. És egyébként, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ugye nekünk minden megyében vannak kirendeltségeink, igen. és a kirendeltségeinken pedig csodálatos kollégák vannak, akiket MMK kapcsolattartóknak hívunk, az MMK az a meg változott munkaképességnek a rövidítése és ezek a kollégák, nekik tényleg hatalmas hála, mert a központban nyilván mi rehabilitációs mentorként négyen tevékenykedünk, tehát jobban oda tudunk figyelni azokra a találkozásokra és azokra a segítségekre, amikre igény van, viszont a kirendeltségeinkben pedig ők a kinyújtott csápjaink, a kezeink, a nagy segítőink, ezek a kapcsolattartó kollégák, akik egyébként más területen, más szakterületen dolgoznak, csak még pluszba felvállalták azt a szerepet, hogy egy Ilyen belső mentori tevékenységet végeznek, úgyhogy mi velük is aktívan tartjuk a kapcsolatot, ők pedig aktívan tartják a kirendeltségekben dolgozó megváltozott munkaképességű kollégákkal a kapcsolatot, és segítik a mindennapjaikat. Mert hogy nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan kell közelednünk akár egy vak, akár egy kerekes székes, akár egy hallássérült munkatárshoz. Ez konkrétan hogyan történt tegnap, Leila? És mindjárt akkor megkérdezem Lászlót is az élményeiről. Tehát egy-két konkrétumot, hogyha mondanál. Uh, nagyon sok uh, olyan játékot, szemléletformáló feladatot uh, próbáltunk a délután alkalmával becsempészni így a, az SZDF központ életébe, a földszinti tárgyalójába, amivel felpesdült szerintem az ottani dolgozó uh, csapat, és először még én azt láttam, hogy úgy félve szivárogtak oda az egyes játékokhoz, majd aztán, amikor egyre többen már így uh, láthatóan belemelegettek a, a feladatok akkor, akkor így megindult a játékos kedv. Alapvetően uh, igyekeztünk mindenféle fogyatékossággal élőt, uh, képviselő célcsoportot uh, megjeleníteni ezekben a játékokban. Tehát például volt plecska játék, ami egymás fülébe susmorgás, egy ilyen nagyon bonyolult mondat, és aztán a végén összehasonlítottuk, hogy mi maradt meg ebből az információból. Aztán a, a Vágya állami Intézete uh, csodálatos eszközöket uh, hozott nekünk, amiket kipróbálhattunk, uh, breírógépet, és, és szimulációs szemüvegeket, amikkel meg lehetett próbálni felismerni egy smást. Volt egy fekete lyukunk, ez egy iroda volt, ami egy klasszikus irodai közegnek volt kialakítva, és ott kellett a kedves kollégáknak különböző feladatokat teljesíteni, teljesen hétköznapi feladatokat. Tehát De egy... sötétben. Nyilván természetesen ezért volt fekete lyuk, úgyhogy szimplán annyit kellett, hogy egy a vezetőnek egy üzenetet meg kellett írni, de ehhez meg kellett találni a megfelelő eszközöket. És hát ugye ez nem kis kihívást okozott, és azért kacagások és felismerések is egyben abszolút kihallatszottak ebből a, ebből a fekete lyukból, de ki lehetett próbálni az autizmus-specifikus napi rendnek a kialakítását, és az is nagyon nagy sikert aratott. Nézek itt a Lászlóra, hogy még mi minden volt. Nagyon sok minden volt. Igen. A, mi? Én azt mindenképpen el akarom mondani, én kipróbáltam a, a kerekesszéket, oh, igen. kipróbáltam Na. a a mozgássérültek által használt tulajdonképpen, vagy legalábbis hát olyan élethelyzetbe kerülhetnek, amikor akadálypályát kénytelnek, illetve akadálypályán kénytelnek áthaladni, tehát amely a hétköznapi akadályokat tulajdonképpen hát mutatja, aztán, aztán fogyatékosságügyi kvízt állítottunk össze a kolléganőimmel, aminek, ami alapján, aminek a kitöltésével számot a főigazgatóság és a kirendeltségeink munkatársai a fogyatékosságügyi ismerteikről. Mert hogy? És akkor most? Mert szerintem a hallgatók közül nagyon kevesen érzékelték eddig, hogy László, aki itt ül velem szemben, ő is érintett, hiszen vakként van itt jelen, és vakként dolgozik a gyermekvédelmi főigazgatóságon. Mi az ön története? Én szürkányoggal születtem, hát körülbelül húsz szemműtéten estem át életem során, a középiskoláskoron évvel 15-20 százalékos körüli látásmaradványom volt. A, az általános iskolát integrált körülmények között kezdtem, rengeteg problémával küzdöttem. Nagy létszámú osztályokban nem nagyon volt lehetőség arra, hogy velem külön foglalkozzanak. Nem láttam a, a táblát. Gyakorlatilag hát rengeteg akadályjal küzdködtem. Az általános iskola utolsó három évét a Debreceni gyengénlátók általános iskolájában végeztem el, majd a középiskola, az szintén integrált, keretek között történt lakóhelyemen, várpalotán. Ekkor kezdett olyan mértékben romlani a látásom, hogy gyakorlatilag, hát már nem nagyon lehetett a, 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 az olvasószerűveggel sem, nagyítóval sem korrigálni, majd pedig hát utána felvételt nyertem az Ötvös Orján Egyetem állami és jogtudományi karára, ahol is diplomát szereztem. Hát akkor még más módszerekkel tanultunk, nem volt számítógép, nem volt internet, nem voltak elektronikus tananyagok, évfolyam társaim olvasták Magnóra az anyagot. Az államvizsgára úgy készültem, hogy volt 5000 darab Magnó és, és, ezeket hallgattam. Jellemző volt erre az időszakra, hogy nem nagyon voltak még információk, tehát mindenki a saját szak területével foglalkozott. Az egészségügyi dolgozók az egészségügyet érintő kérdésekről tudtak csak tájékoztatni. Nem tájékoztattak például a szociális lehetőségekről, a szociális területen dolgozók pedig például az oktatás lehetőségeiről. Így aztán véletlenszerűen szomszédtól, betegtárstól, véletlenszerűen jutottunk ezekhez az információkhoz. Nekem meggyőződésem, hogyha ha ha akkor tájt meg lett volna az a háttér, ami jelenleg megvan, tehát hogy ezeknek a hatóságoknak most már együtt kell, kötelezően együtt kell működniük, akkor szerintem még talán a, a látás maradványomból hát többet meg lehetett volna menteni. Az egyetem elvégzése után egy Dunántúli nagyvállalatnál a Veszprémi Szénbányák várpahotai üzeménél helyezkedtem el, előbb jogi előadóként, majd a jogi szakvizsga letételét követő Jogtanácsosként dolgoztam. Jött a rendszerváltás, jött a szénbányászat leépítése, és ezt követően két évtizeden át ügyvédként tevékenykedtem. Ennek során csak nem tíz évig, vagy talán több is volt, egy kicsit mint tíz év lakóhelyemen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál dolgoztam, ingyenes jogsegélyszolgálati fogadóórákat is elláttam a rászoruló emberek segítése céljából. Hát közben aztán a vakok szövetségében is számos funkciót láttam el, mégpedig azért, mert én a szövetségtől az egyetemi évek alatt nagyon sok segítséget kaptam, és úgy éreztem, hogy ezt a segítséget élik viszonozni, ha mód van rá a sorstársaim javára. Előbb lakóhelyemen a kistérségi körzeti csoport elnökeként dolgoztam, majd a Veszprém megyei szervezet titkára voltam, később az országos elnökség tagja is, és hát egy nehéz időszakban 2002-től 2010-ig voltam a lakok szövetsége elnöke. Ez egy olyan időszak volt, amikor a <kül> you <laughs> meglévő vívványaink megtartásáért is hát meg kellett küzdenünk. 2010-től 2014-ig Soltész Miklós akkori szociális és tanárügyi államtitkár úr felkerésére a Nemzeti Erőforrások Minisztérium, majd később az EMMI fogyatékosságügyi főosztályát vezettem. Ezt követően egy háromnegyed éves időszak következett, amikor is a vakok állami intézetében dolgoztam, majd pedig 2015-ben megalakult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében az esélyteremtési szakterület. Ennek a szakterületnek a megalakításával alapvető célunk az volt, hogy lehetőséget, esélyt biztosítsunk a főigazgatóság intézményeiben élő ellátottaknak, hogy megmutathassák önmagukat, megmutathassák, hogy mire képesek. Mert ö, hiszem és vallom, hogy ha mi fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek megkapjuk azt a sokszor minimális segítséget, amire állapotunk miatt szükségünk van, akkor ugyanolyan értéket vagyunk képesek előállítani, ugyanolyan terméket, illetve szolgáltatást tudunk nyújtani, mint épp társaink. Itt pályázatokat írtunk ki az intézményekben élő ellátottak javára, kulturális, irodalmi, illetve művészeti területeken. Hát továbbá én nagyon büszke vagyok arra, hogy például az elmúlt időszakban szerveztünk egy jelnyelvi tanfolyamot a főigazgatóság központjának a munkatársai részére, annak érdekében, hogy ezek a munkatársak könnyebben kommunikáljanak a hallásérült kliensekkel. Az esélyteremtési főosztályon belül jelenleg három osztály működik, gyermek jogi és ellátott jogi osztály, fejlesztő foglalkoztatási osztály, valamint fogyatékosságügyi osztály. Én az utóbbinak vagyok a vezetője jelenleg. Kapcsolódnék egy pillanatra László szavaihoz, egy csodálatos életút, amit itt felfestett előttünk szerintem, de ebből is látszik, vagy hát ebből látszik leginkább, hogyha a megfelelő helyen van, a megfelelő ember, és az, az mindegy, hogy épp vagy megváltozott munkaképességű, akkor százszázalékos, hanem magasabb szintű és minőségű munkát tud végezni. Egyébként a tegnapi online rendezvény megnyitóján, ezt főigazgató úr is kihangsúlyozta, hogy, hogy, tényleg, hogyha a megfelelő ember a megfelelő helyen van, akkor, akkor minden csodálatos, és erre törekszünk. És az mindegy, hogy, hogy tényleg az adott területre, ami meg van hirdetve, megváltozott munkaképességű személy jelentkezik, vagy épp személy, hogyha ő alkalmas arra az adott meghirdetett pozícióra, és el tudja látni, és őt gondoljuk a legjobbnak, akkor, akkor abszolút nyitott a, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hogy a kollégái körébe meghívja az adott illetőt. És szerintem ez a csodálatos, hogy nem csak a társadalmi felelősségvállalás céljából teszi ezt, hanem ez az ő érdeke is, hogy jó kollégáink legyenek. Egyébként én 20 éves korom óta, tehát első éves joghallgató korom óta teljesen vakemberként élem az életem. Mindig bizonyítanom kellett, mindig integrált körülmények között dolgoztam, és mindig többet kellett letennem az asztalra annak érdekében, hogy hát tulajdonképpen a, lát, a látótársaim munkájával azonosnak ítéljék meg, és fogadják el az én munkámat. Persze, nagyon szép dolog, amit én, én elmondtam, az elmúlt időszak fejlődése, technikai fejlődése nagyfokú önállóságot biztosította látásérült emberek számára, többek között a, a viszonylag önálló munkavégzésre, azonban azonban vannak olyan munkafolyamatok, amihez szükség van a hatékony személyi segítésre. Hát itt például gondolok itt a vezetői munkára, amit én is végzek, ahol mások tevékenységének a kontrollját is el kell látni, meg hát vannak olyan jelentős terjedelmű előterjesztések, adott esetben a minisztériumi munkám során is előfordult számtalanszor, hogy jött egy százoldalas előterjesztés, amire körülbelül, aminek a véleményezésére körülbelül 20 perc állt rendelkezésre. Nyilván ez idő alatt a képernyő olvasó programmal nem lehetett a teljes előterjesztést végigolvasni, de nem is volt szükség csak arra pár oldalra, ami a mi szakterületünkre vonatkozott, és azt kellett véleményezni rendkívül rövid határidő alatt. Na, ehhez kell a személyi segítés. Én a mentor kolléganőmmel, aki egyébként kitűnő újságíró, 16 éve dolgozom együtt, segíti az én munkába járásomat, és tulajdonképpen támogatja az én teljes körű munkavégzésem. Leila, mennyire kell erre megtanítani az önmunkatársait, hogy akár mentorként, akár úgy, mondta, ahogy elmondta László, hogy van egy 16 éve tartó munkatársi kapcsolata, aki már szerintem szavak nélkül is tudja, hogy, hogy miben kell segíteni, hogy meg kell erre az önmunkatársait ott az igazgatóságnál tanítani, és hogyha igen, akkor miben látja a legnagyobb hiátust? Alapvetően ö, úgy fogalmaznám meg, hogy nem megtanítani kell hanem nyitottságra van szükség. Abban a pillanatban, ha azt látjuk valamelyik kollégán, hogy nyitott egy megváltozott munkaképességű kollégára, ebben a pillanatban nincs más dolgunk, mint hogy őket hagyjuk együtt dolgozni, mert a megváltozott munkaképességű kolléga a fogyatékossággal élő ember, teljesen pontosan meg tudja mondani, hogy neki miben van szüksége segítségre, és ha ezt egymás között lekommunikálják, tehát ezért gondolom, hogy, hogy, a kommunikáció az alapja mindennek, és itt egy ilyen egymás megismerésének is, de ugye ez nem, nem feltétlen csak a megváltozott munkaképességre vonatkozik, de ebben a helyzetben is abszolút tökéletesen működik, hogy, hogy egy megismerési folyamaton kell átesni, és ehhez valóban a kezdetek kezdetén nyitottságra van szükség. De hát nyilván ezzel tanul de hogy tanul a megváltozott munkaképességű kolléga is, és tanulunk mi is tőle. Tehát, hogy ez egy ilyen oda-vissza adok kapok, én úgy gondolom. Lász, igen? Nő. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy igen, ez valóban, ez nem megtanulás, hanem inkább nyitottság kérdése. Tehát én a ő, ő, kolléganőmet, akinek a nevét is megemlíteném, Garamvölgyi Anna máriának hívják. Ő, ő, amikor megismertem, ő, legnagyobb meglepetésemre, neki soha nem kellett mondani, most akkor szóljon ám, hogyha fel kell lépni, vagy le kell lépni a lépcsőn, vagy járdaszegély van. Valahogy ez, ezt ő természetesnek tartotta, szólt nekem, és, és tulajdonképpen Kitűnő volt a kapcsolat kezdettől fogva, amikor én a Vakok Szövetsége elnökeként dolgoztam, akkor ismertük meg egymást, ő ekkor a Szövetség lapját, a Vakok Világa című folyóiratot szerkesztette. Lele, ön sokat tanult tegnap? Én imádtam az egész napot, meg kell vallanom. Én mindig tanulok, és mindig nagyon-nagyon hálás vagyok a fogyatékossággal élő embereknek, hogy, hogy, itt vannak köztünk, és hogy megmutatják magukat, meg merik mutatni magukat. Én is megemlíteném a közvetlen kolléganőmet, Szebenyi Brinza Antónia Editet, akivel egy szobában ülünk, egy irodaszobában, és hihetetlenül hálás vagyok a, az ő, ő jelenlétéért. Tehát egy... egy ő milyen fogyatékossággal bír? Ő, autizmus spektrumon a, a típusos autizmussal van diagnosztizálva, és, és, egy zseniális ember, egy, egy hihetetlen szív lélek ember, aki, aki nap mint nap a közösséget építi, felhívja a figyelmeket a saját határaira és a mi határainkra, Úgyhogy ebből kifolyólag Nekem, nekem minden nap egy ajándék vele, és ez a tegnapi nap pedig, hogy, hogy ennyien vettünk részt. Tehát, hogy, hogy összeszámoltam a központban, Nagyjából egy ilyen 50-60 ember fordult meg az egy-egy ilyen játéknál, és az online konferencián pedig közel százan vettünk részt. Azt gondolom, hogy ezek a számok nagyon biztatóak arra vonatkozóan, amit már emlegettünk, hogy ha nyitottság van, akkor abszolút működőképes tud lenni az integráció, és bízunk benne, hogy egyszer csak majd az inkluzió is. Egyébként mindenféle fogyatékossággal élő megforduló nőknél említette az autizmussal élő kolléganőjét. Ugye Lászlóról tudjuk, hogy vak, van esetleg kerekes, székes, vagy siket munkatársuk abszolút, is? abszolút. Uh... Nagyot halló kollégánk van, van kerekes székes kollégánk is, nézek itt Lászlóra, segítsen nekem. Hát akkor majdnem minden. <laughs> de de alapvetően, alapvetően abszolút igen, igen, igen. Úgyhogy törekszünk arra, hogy, hogy mi is minél inkább szélesebben nyissunk a megváltozott munkaképességű emberek felé. És ahogy azt már említettem, tehát mindegy is, hogy milyen fogyatékossággal élő, ha az adott feladatot, a rábízott feladatot tökéletesen el tudja látni, ez a lényeg. Mindkettejükhöz szól a kérdés, de leginkább gondolom Lászlóhoz. Mit gondol László, mik a legfontosabb feladataink most jelenleg 2022-23 derekán az önök részéről, mert mind a kettőnk részéről gondolom vannak feladataink, illetve a mi részünkről? én azt gondolom, hogy ezek a feladatok, ezek, ezek nem mostani keletőek, nem új keletőek, hanem ezek folyamatos feladatok. Tehát amit mi esélyegyenlőségnek, esélyteremtésnek hívunk, azok a feladatok nem most keletkeztek, és, és nem is biztos, hogy mostanában teljes körülön meg fognak oldódni. Én szerintem azok a feladatok alapvetően, ami a világnaphoz is kapcsolódóan már említésre került. Azok a feladatok jellemzően megoldásra várnak, amelyek eddig is így voltak. Tehát gyakorlatilag az, az a fajta megismerés, az a fajta egymás kölcsönös megismerés, a tapasztalatszerzés, az, az, nem új keletű. Tehát említettem, hogy jelentős változás történt például a különböző hatóságok együttműködésében. Az akadálymentesítés nagyon fontos feladat. Nem csak a fizikai, hanem az információk kommunikációs akadálymentesítés kapcsán, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Említettem a tegnapi online tájékoztatás során, hogy a, a holnapok akadálymentesítése ugyanaz a főigazgatóság vonatkozásában említettem, de ez tulajdonképpen nagyon komoly probléma, hogy a látássérültek is önállóan tudják használni a különböző honlapokat, hiszen manapság már nagyon sok minden az interneten keresztül zajlik. Igen, ám, de ha ezek a honlapok nem használhatók akadálymentesítés, akkor a látássérültek ebből kimaradnak. Nagyon lényeges az intézményi férőhely kiváltás. Tehát, amikor ugye a nagy létszámú intézményeket lebontjuk, és támogatott lakhatásba, illetve családiasabb légkörbe költöztetjük a, a nagy intézményekben élő fogyatékos embereket, és így biztosítjuk nekik az önálló életvitel lehetőséget. Nagyon fontos, hogy ez mielőbb hát lendületet kapjon, és, és minél teljesebb kö Megvalósuljon. A munkahelyeken szintén az akadály, akadálymentes környezetbiztosítása, a fogyatékos és megváltozott munkaképességűek elfogadása. Itt ezeken a területeken jelentős lépések történtek, jelentős előrelépés történt, de úgy gondolom bőven van még tennivalónk a jövőt illetően. Én uh, ismét egy picit idézném uh, tegnap uh, dr. Simonatéla István főigazgató úr gondolatait, hogy akkor lennék boldog, és ő is ezt fogalmazta meg, hogyha ha nem kellene fogyatékossággal élőkről beszéljünk, vagy fogyatékos emberek világnapját ünnepeljük, mert hogy ez természetes lenne, hogy mi együtt élünk. Uh, Úgyhogy azt gondolom, az amellett, amit uh, osztályvezető úr uh, kiemelt, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a jövőre nézve, hogy merjünk találkozni, merjünk kérdezni, merjünk segíteni, és ne a fogyatékosságot nézzük, hanem az embert és a személyt próbáljuk megismerni, és onnantól kezdve megnyílik a világ. Én nagyon szépen. Szeretett volna László még egy mondatot? Kicsit visszagondolva, amikor én a Vakok Szövetség elnöke voltam, és a Fehérbot Napját tartottuk október 15-én, akkor én mindig rendszerint azzal zártam a beszédem, hogy az lenne a jó, ha nem csak egy nap lenne Fehér napja október 15-én, hanem az év 365 napján. Tehát akkor lehetne eltekinteni, és akkor válnának feleslegessé ezek a világnapok, hogyha, hogyha, az év minden napján egyforma figyelem összpontosulna akár a fogyatékos emberekre, vagy, vagy bárkire, akiket most különböző világnapokon próbálunk előtérbe állítani, és próbál a figyelmet, ezen az egy napon rájuk irányítani. Erre nem csak az egyna, ezen az egy napon, ezeken az egy napokon volna szükség, hanem az év mind a 365 napján. Mi is megpróbáltunk ebben segíteni most. A vendégeim voltak a stúdióban a Fogyatékos Emberek Világnapja, december 3 ezen a nap alkalmából Nagy Leila, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság humánpolitikai referense, illetve dr. Szőke László, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogyatékosságügyi osztályvezetője, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkára. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám. Mi is nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy itt lehetünk. Köszönjük a lehetőséget.